Köszöntöm Önöket, a Beszéljünk róla magazint látják. Igencsak megosztja a magyar társadalmat a déli határszakaszra tervezett 4 méter magas kerítés megépítése. Azt ugye már az elmúlt esztendőkben lehetett látni és tudni, hogy akár itt a déli határszakaszon Tompa, Kelebia, Ásotthalom, Röszke térségében egyre növekvő migrációs nyomás van. Először az ember felkapta a fejét, hogy 100 embert elfogtak egy nap leforgása során ezen a határszakaszon, aztán a napi 300-350 is lassan megszokottá vált, egészen mostanáig, amikor megteltek a befogadó állomások, és egyszerűen Magyarország azt mondta, én ezzel nem tudok mit kezdeni, valamilyen más megoldás kell erre a problémára. Ide várom a stúdióba Bányai Gábor országgyűlési képviselőt, aki információim szerint egy tárgyalásról néhány perc múlva ide érkezik a stúdióba, de szerencsére itt van már Mackó József Kelebia polgármestere. Jó estét kívánok! Polgármester úr, ugye decemberben volt a legerősebb migrációs nyomás talán Tompa és Kelebia térségében. Hogyan fogadták ezt a kelebiaiak, hiszen ott is kiterjedt tanyás, mezőgazdasági, gazdálkodós területek vannak, ahol egyszer csak a kertek végében megjelennek olyan emberek, akik még ők maguk sem tudják, hogy mit akarnak. A kelebia emberek hát meglepetésszerűen hatott mindenkire ez a nagy mértékű bevándorlás, migrációs hullám. Viszont mivel nem történtek atrocitások, nem volt vagyonelleni bűncselekmény, vagy személy elleni rossz indulatú cselekmény, ezért a kelebi emberek meglepő módon egyébként türelmesen és egy tűrő magatartással viselik is egyébként ezt a jelenséget. Ennek alapvetően az az oka, hogy gyakorlatilag 1-2 óra leforgása alatt kivonul az adott hullám területről, és jön az újabb hullám, köszönhetően a határrendészek gyors és szakszerű, azt gondolom, ezt komolyan kell mondanom, gyors és szakszerű munkájának. Mi sokat köszönhetünk ennek. Tehát semmi olyan probléma nincs, nem volt és nincs Kelebián, ami indokot adna arra, hogy az emberek lázadjanak, vagy türelmetlenül viselkedjenek. Ugye érdekes a helyzet, mert Kelebia és Tompai határszakaszon jelentős erdős területek vannak. Tehát ezek az emberek, ezek a szerencsétlen emberek, akik próbálnak valamiféle jobb élet reményében jönni egyre nyugatabbra, el tudnak ott bújni. Nincsenek annyira szem előtt, mint mondjuk más települések, akár Ásotthalom térségében. Jól látom ezt? Mert ott meg tanyás területek vannak, nagy kiterjedt mezőgazdasági területek. Jól, igen. Az az igazság, hogy ugye Kelebia valamikor Szabadkához tartozott, Kelebia puszta Szabadkához tartozott, azok a gazdasági útvonalak, utak gyakorlatilag ma is megvannak. Tehát azok az utak, amelyek Szabadkára bevezettek, ma is élő járható utak, ezeken az utakon jönnek be egyébként a menekültek, hogy hogyan, ez egy másik kérdés. És gyakorlatilag egy erdős vidékre, egy tavas, egy lápos, vizenyős területre érkeznek, amely gyakorlatilag determinálja az ő haladási vonalokat. Be sem érnek a települése legtöbb esetben, a határban megállítják őket, vagy a hőkamerák, vagy a bejelentések, vagy pedig a határrendészek figyelmének köszönhetően. Én javaslom, hogy nézzünk meg egy videós bejátszást. Kollégáim ma kint jártak Ásotthalom térségében, és ott beszélgettek a határ mentén élőkkel, akiknek ugye a kertek alján mászkálnak a menekültek, a migránsok. Hallgassuk meg ezeket a véleményeket. Járőröző rendőrségi gépkocsi a szerb-magyar államhatár közelében, Ásotthalom térségében. Most is elfogott migránsokat visznek, akik illegálisan jöttek át a zöld határon. Ma 8 csapat jött. Azt hiszem, hogy 8, 10, 12, 9, most itt délután 4-et fogtak. Sok ki 130-140 volt ma is itt, csak amit itt lezajlott. De hát ez... Ennek, ha nem lesz kemény terror... Mi a véleményük? Mit szólnak az épülőkerítéshez?
Nem, nagyon jó, nagyon jó. Legalább azt hiszem, hogy egy kis visszatartó ereje lesz neki. Én úgy érzem, hogy lesz. 4 méter magas kerítés épülhet a szerb-magyar határon, így fékezné meg a kormány a dél felől érkező menekült áradatot. A kormány szerint ez semmiféle uniós vagy nemzetközi szabályt nem sért. Idén eddig már több mint 60 ezeren lépték át illegálisan a szerb-magyar határt. A kerítés ötletét azt már az elmúlt év vége felé is felvetettem több médiumban. Értelemszerűen örülök tehát ennek a kormányzati bejelentésnek, bár azt hozzá kell tennem, hogy bízom abban, hogy a kormány nagyon gyorsan megépíti ezt a kerítést, ugyanis a bejelentés hírére előzönlötték itt a legalábbis Ásotthalmot és a környékünket. Az illegális migránsok próbálnak még a kerítés megépítése előtt minél többen átjutni a magyar-szerb határon. És azt is hozzá kell tenni, hogy a kerítés önmagában még nem megoldás, tehát nagyon fontos lenne a határőrség visszaállítása, jó lenne, hogyha valaki őrizné ezt a kerítést. Kitaposott ösvény vezet az államhatár felől, ez az egyik hely, ahol gyalog jönnek át Szerbia felől a zöld határon a migránsok, magyarázza alkalmi idegenvezetőnk, aki megmutatta a helyet. Ahogy a csapás mutatja gyakorlatilag, ami kitaposott úgy, ahogy mutatja, gyakorlatilag nekünk eddig szabad menni tulajdonképpen, és a csapás, ahogy mutatja, ők ezen a részen is érkeznek, de leggyakrabban talán ezen. Tehát itt látható a határkő, tehát a határkőnek a másik fele az már Szerbia. Igen. A határtól alig néhány méterre lakatlan tanya. Ez az egyik hely, ahol éjszakánként meghúzzák magukat a menekültek. Aztán indulnak tovább az ország belseje felé abban a reményben, hogy eljutnak Nyugat-Európába. Többnyire háború miatt hivatkoznak az elköltözésre, eladták a vagyonukat, igyekeznek más megélhetés után menni, még hogyha ez elég hosszú gyalogos úton járni, de akik ide érkeznek erre a magyarországi Szerbia és magyarországi határ átkelőz, ők inkább a szegényebb rész, akiknek tulajdonképpen nincsen mit eladni, és ők gyalog próbálkoznak meg jobb élet után nézni. Akiknek több van, ők fölfogadnak olyan segítséget, akik kisebb-nagyobb összegét, de átjuttatják őket Németországba, Franciaországba, Olaszországba. A határ mentén élők egyre nehezebben viselik a hatalmas menekültáradatot. Az ásotthalmi polgármester szerint egyre több kárt is okoznak a gazdáknak a migránsok. Nekünk ásotthalmiaknak azért abból a szempontból is speciális helyzetünk van, leszámítva azt, hogy most már az Európai Unió teljes szárazföldi határszakaszát tekintve itt ezen a településen, illetve Röszkén lép be a legtöbb illegális határsértő az Európai Unió területére, hogy a lakosságunk 50%-a, ez körülbelül 2000 fő, tanyán él. A tanyán élő emberek, közöttük én is, különösen érzékenyen tapasztaljuk az illegális migrációt, és hát eléggé gyakori, sűrűn előfordult az, hogy üresen álló tanyákba betörtek, illetve betörnek az illegális határsértők. Volt arra példa, hogy autót vagy éppen kerékpárt loptak el, és azzal indultak tovább Nyugat-Európa felé, illetve a mezőgazdasági gazdálkodóknak meglehetősen sok kárt okoznak az illegális migránsok. Az illegális migráció erősödése miatt a készenléti rendőrség és más megyei kapitányságok állományából is egységeket vezényeltek a déli államhatár térségébe, és amennyiben a helyzet úgy alakul, létszámukat tovább növelik. A rendőrök nem csak gyalogos és gépkocsis járőrözést végeznek, lovas és kutyás egységek teljesítenek szolgálatot a határ közelében, és helikopteres légifelderítést is végeznek. Kedves nézőink, a téma tehát a déli határszakaszra telepítendő 4 méter magas, 174 kilométer hosszú kerítés jogosultsága és egyáltalán miértje. Megérkezett időközben a stúdióba Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm a türelmet! Ön szerint mi a legfőbb indok arra, hogy legyen ez a kerítés? Mert egy hete erről szól minden hír, minden politikai erő próbálja elmondani a véleményét, minden jogvédő szervezet próbálja elmondani a maga igazát, vélt és valós igazát. Ha hetente mondjuk 50 ember érkezne Magyarországra illegális határátlépéssel, papírok, okmányok nélkül, akkor semmi gond nem lenne, hisz valahol lekapcsolják a határőreink, a rendőreink ezeket a menekülőket, vagy határsértőket,
ugye idegenrendészeti eljárás alá veszik őket, hisz illegális határátlépést követtek el. Ha bizonyítják, hogy ők politikai menedékre jogosultak és menekültek, őket vallás vagy bármilyen bántalmazták, vagy életük veszélyben volt, akkor befogadjuk őket, és a mindenfajta Dublin és Genfi egyezmény megfelelően megkapja azt az ellátást, hogy megérdemel egy ilyen menekült státuszt élvező ember. Ha nincs igazolhatólag ilyenfajta jogvesztése, hogy őt befosztották emberi jogaitól, félti az életét, mert politikai vagy vallások miatt őt üldözik, akkor ezt a jó madarat, ezt a akármilyen menekültnek önmagát annak vélő embert visszatutasítani, és kitoloncoljuk vagy Szerbia felé, vagy pedig hazaszállítják, hogyha olyan lehetőség van, akkor, mert valakit repülőn szoktak hazaszállítani. Abban az esetben, amikor naponta 500-600 ember érkezik az 5-6 áron, akikről tudunk, hogy ennyien megérkeznek, és azért tudjuk, ennyien jönnek, mert ennyien kérnek menekült státuszt, és a magyar regisztrációs rendszeren keresztül bekerülnek az összeurópaiba, és itt több ezer ember érkezik így Európába minden nap. Ez már akkora létszám, hogy nincs az a határőrizeti megoldás, emberi humán erőforrással való megoldás, amivel ki lehetne szűrni, meg lehetne fékezni a határ, tiltott határátlépést a magyar-szerb határon, a schengeni európai határon. És utána nem vagyunk egy egymilliós hadsereggel fölvértezve, illetve nem akarunk olyanfajta konfliktust ezekkel a menekülő emberekkel, vagy ide érkező migránsokkal, nevezzük bárhogy most ebben a pillanatban, hogy nem akarunk emberi kontaktus teremteni, mert abból konfliktus lehet, hisz vissza kéne őket valami eszközzel tartani, nincs hozzá se katonaságunk, hadseregünk, nincs hozzá elég rendőrünk, elég fegyverzetünk, semmiféle elhető rendszerünk. Egy megoldás van, miután éppen azért, mert a szomszédos államok, Ausztria, lassan Csehország és Szlovákia, Németország már szintén döntve, hogy akik Magyarországon keresztül jöttek be az Európai Unió területére, és náluk landoltak, ezeket hozzánk toloncolják vissza, és mi már ennek a Dublin egyezménynek köszönhetően nem tehetjük meg azt, hogy kitoloncoljuk őket Magyarországról, hisz már beléptek és papírokkal rendelkeztek, de Németország nem fogadja a számukra fogadó célállomást, magyarán több tízezer embert kéne megfékezni, vagy nem beengedni Magyarországra. És ilyenkor az ember mit tud tenni? Azt mondja, bezárom az ajtót. Kiskapukat elzárom, egy műszaki határzárat létesítek a határátkelők közötti szakaszokon, ami ugye elég nehézkes ügy lesz abban az értelemben is nézve, hogy rengeteg magántetet kell majd erre a célra kisajtítani egy sávba, hogy meg lehessen építeni ezt az nagyon masszív, földbetonozott elemekből álló, arra épülő penge, acélpengékkel tele aggatott szuper NATO kerítés, NATO típusú kerítéssel, így lehetne csak műszakilag és fizikailag megakadályozni, hogy ide bejöjjenek ekkora számba, és kénytelenek lennének a határátkelőkhöz érkezni, amit már viszont elég nehéz mondjuk illegálisan Magyarországon menedékjogot kérni, tehát nem tudnak mit csinálni, mert papír nélkül nem jöhet be az államhatárokon. Polgármester úr, ön hogyan vélekedik erről a tervezett kerítésről? Milyen üzenete van mindennek? Én azt gondolom, hogy ez a probléma kettős. Egyrészt alapvetően gyökerénél kellene kezelni ezt a problémát, tehát ott, ahol elindulnak a menekült áradat, kap egy impulzust és elindul, és gyakorlatilag ezen a csatornán az embercsempészet segítségével jutnak fel az emberek ide erre a határra. Ez egyik probléma. A másik probléma maga a kerítésnek a problémája, amely szerintem egy kényszerpályás megoldás, hiszen nincs más lehetőség, csak az, hogy fizikálisan gátat szabjunk ennek a bevándorlásnak. De ez a megoldás véleményem szerint nem lehet hosszú távon megoldás. A hosszú távon megoldás az, hogy felszámoljuk azt az embercsempész maffiát, amely segíti ennek az áradatnak a határa érkezését, és gyakorlatilag egy rövid távú lidokanyos módszer a kerítésnek a felépítése. Meg kell védeni nyilvánvalóan az országban élőket, meg kell a közbiztonságot tartani kell,
ehhez nincs per pillanat más megoldás, csak a fizikai erő, de a fizikai erő hosszú távon soha nem győzött. Ön szerint fel lehet számolni mondjuk Szíriában egy embercsempész hálózatot, amikor polgárháborús helyzet van, szétbombázták, felrobbantották a közhivatalokat. Itt jön egy ember, hogy hívják, Abdul. Maga a 26. a mai napon, hogy Abdul. Hát gyakori név. Tehát bárki bármit mond ezek közül az emberek közül. Bárki lehet. Én azt gondolom, hogy hogyha nem teszünk erre kísérletet, hogy szép lassan felgöngyörítsük ezeknek a bűnszervezeteknek a működését, akkor hibáztunk. Tehát ha csak megállunk ott, hogy kerítést húzunk, és ezzel próbáljuk megvédeni az országot, nem fogjuk hosszú távon megoldani ezt a problémát. Nyilvánvalóan mondom, ez egy olyan megoldás most, ami szerintem helyes megoldás, de nem lehet végleges megoldás ennek az országnak sem. Országgyűlési képviselő? Szerintem ez sajnos hosszú megoldás lesz, hosszú ideig tartó megoldás, hisz ott helyben, akár a Közel-Keleten, akár Ázsia belső részein, vagy Afrika bármely északi vagy középső részein, ott olyan embertelen rendszerek működnek, ahol nehéz megfékezni, ugye ott a Líbia példa, vittük a nyugati demokráciát, Kadhafit kivégeztették, az állam összeomlott, nincs kormányzat, nincs irányítás, nincs egészség, semmi nincsen, szabad csapatok garázdálkodnak és gyilkolják az ország lakosságát, ha nem értenek egyet bármivel. Ott van az Iszlám Állam nevű szervezet, amelyik már Nyugat-Európából is importál maga felé radikális fiatalokat, akik kiképzést kapnak az iszlámnak vélt valami vallási területnek köszönhetően, hogy az európai vagy a világ más nyugati fehér emberek által létesített demokráciáit pusztítsák el, pusztítsák a kereszténység értékeit. Ez egy kihívás a nyugati világ ellenünk is, és ez egy háború, bár most egy népvándorlást okozott, de ez egy nagyon, nagyon is igazán mély háború, amit nem én és nem önök kezdeményeztek, hanem más nagyhatalmak vezetői itt a mi világunkból, de ott hagyták a megoldás nélkül az ott élőket, és rájuk szakították azokat az általuk felfegyverzett fegyvereseket, akik az iszlám hitre hivatkozva gyilkolnak mindenkit, és menekülnek emiatt sokan. No, de hát ugye a megoldást már, ugye most itt a lidokainról beszélt a polgármester úr, a lidokain az helyezésnek is ideigőleg alkalmas, így van, de itt nincs meg az az eszköz jelen pillanatban a fejlett világ kezében, hogy ezt a sok-sok tízmillió ember által élt vidéket, ahol világrészeket, vagy világ egyes részeit itt a tenger, különösen ennek a medencéjébe, Afrika és Ázsiai medencéjébe. Tehát itt rövid távú megoldás nem lesz. Itt nem lehet demokráciát csinálni. Még azt a Kadhafi-féle diktatúrát sem lehet visszaállítani, ami korábban volt, mert az már nem fog működni. Tehát tönkretették azt a világot, a különféle hírekre alapozva a nyugati nagyhatalmaink. Itt most a magyar határ, ugye a románoknak valahogy másképp sikerül védeni a saját határaikat Szerbia felé, hisz nem arra mentek eddig se az embercsempész csoportok, se pedig ezek a nem csak embercsempészek által, mert jelzen sajnos tudjuk, hogy vannak olyan szerbiai rendőrösök, ahol szervezetten a saját rendőreik hozták több száz eurói per fő a déli határaikról, ide az északi határaikra, Magyarország határára a menekülőket, menekülteket. Tehát ez egy nem is feltétlen maffiák irányítják ezt egyéni érdek szerint, mint a földből a gomba úgy nőnek ezek az embercsempészek, hisz óriási üzlet. De a lényeg az, hogy én nem látom rövid távon ezt, hogy ez nem egy hónapot, kettőt, ez éveket fog jelenteni, mire ez rendeződik. Szerintem egy tartós berendezkedésre kell készülnünk, hogy százezrek akarnak majd jönni Európa ezer részére is, hisz, hogyha nem fogadja be őket Nyugat-Európa, előbb-utóbb itt fogunk kaputatni Magyarország ajtaján, az ön lakása, az én lakásom, a polgármester lakása ajtaján, hogy be akarnak ön, mert való szállás kéne, való lenni kéne, és nincs olyan helyünk, ahol több százezer embert elhelyezzünk, se itt, a mi térségünkben, se Kelet-Magyarországon, se Budapest környékén, jelenleg nem áll rendelkezésre infrastruktúra, bebírnánk fogadni egy teljesen más kultúrájú, teljesen más vallású, teljesen más identifikáció rendelkező csoportokat, sőt, azt tudjuk, hogy ezek a, mondta, hogy Abdul, mai nap 25 vagy 50 vagy 200, azt tudjuk, hogy kikérkeznek az iszlám államnak, a katonái jönnek, mert ilyen hírek is vannak a hírszerzés részéről, akik bepróbálnak fészkelődni valahogy Európába, és hát
hadd nem mondjam, mire kell akkor készülni. Tehát ez a fizikai, amúgy én örülök ennek a határzárnak, de nem látok ma jobb megoldást, mint elzárni a világ azon részét tőlünk. Az más kérdés, hogy utána ki lehet-e kerülni mondjuk Baranya felé, vagy Csongrád megy a más irányaiból idejönni. Ez egy kemény kérdés. Simán. Ezt gondoljuk mi, de ugye a románoknál ez szintén meg fog történni, ez a előbb-utóbb ez a határzár, ők nem szoktak annyit ilyen komorfondírozni, ők lépnek keményebben. És ugye a horvát szerb határ viszont elég erősen őrzött határ, ott nehezebb lesz bejönni. Nekünk a Schengen egyezmény miatt nekünk egy szigorú határőrzetnek gondoltuk eddig, de most derül ki, ez egy lufi, ez a schengeni határőrzet. Ugye megy a polemizálás, hogy jogsértése az, amit Magyarország elkövet, hogy lezárja a határokat. A Nagy Boldizsára, az ELTE tanára, nemzetközi jogász ugye azt mondta, hogy vegy tiszta a jogsértés, a Dublin 3 rendelet magyar felfüggesztése, ami uniós kötelezettség szegési eljárást vonhat maga után, Magyarországot pedig végképp páriává teheti, ezt az Indexnek nyilatkozta. Hát Nagy Boldizsát szeretném, ha ennek egy lakást mondjuk Kiskolnason, hogy befogadna 10-20 szíriai menekültet, és etetni, itatná őket, velük tölteni mindennapját, próbálja ki, és akkor másképp fog beszélni. Én értem én, hogy ez az egyezmény megsértésének tűnik jogi szempontból. Tehát könyörgöm, nincs más eszközünk, hogy hozzánk toloncolják át Ausztriából és Németországból 10 000 számra az oda már nem beférő, őket már be nem fogadó államtól a menekülőket, menekülteket, bármilyen státuszú, illegálisan határokat átlépő személyeket. Hová tegyük őket? A Kossuth téren meg elférjenek jó páran, van jó pár sátorhely, ez igaz, de nincs hová tenni. Tehát ez egy önvédelem. Én nagyon sajnálom őket, mert tehát az emberiesség az nagyon fontos, és hát én is nem azért templomom, mert ez olyan jó szokás, én meggyőződésem miatt teszem ezt, de itt most azon túl, hogy aki jogosult rá, mert üldözték, befogadjuk, ezeken fölüli tömegeket hát nem tudunk ellátni, ez nem igaz, hogy az Európai Unió ezt fizeti. Egy kvótát fizet. A fölött nekünk kell fizetni, és eleve az Európai Unióban fizetünk keményen a kasszába. Mi, ahogy visszakapunk, nyerünk rajta, de mi befizetünk keményen az európai kasszába, mi magyar polgárok. Tehát ez nem az unió és abban a leggazdagabb államok pénzét használjuk a menekültek ellátására. Az ön és a kedves tévéző pénzet használjuk. Polgármester úrnak mondtam a beszélgetést megelőzően, hogy ugye Kelebián sok a határsértő, ez nálunk akár Kiskunhalason a televízióban volt egy hír, és elszörnyedve néztük a televízióban a felvételeket, hogy Jesszusom, hát 150-200 ember jön Kelebián. Távol van tőlünk. Egy híradás, egy hír a Halas médián is. Aztán amikor azt mondjuk, hogy a mi városunkban jönnek ezek az emberek, és a rendőrségről ugye kiengedik őket, és azt látják, hogy a volt április 4 lakótelep környékén ott anyáznak, vagy akár a Tekó környékén ott anyáznak, vagy a vasútállomáson látunk 20-30 embert, akkor rögtön a bőrünkhöz közel érezzük mindezt, és kezdjük átérezni a kelebiaiak 3-4-5 éves problémáját. Milyen jelzések érkeznek önökhöz vissza? Ugye nagyon nagy plakátháború van, kampány van. Az emberek hogy fogadják ezt a kerítés témát? Én amit hallottam eddig politikailag, akár más irányban lévő, akár politikus társaktól is, éppen beszélgettünk egyik este Budapesten, meg ma is találkoztam nem hasonszűrű hölgyekkel, urakkal, akik azt mondták, hogy ez egy szerintük is jó döntés, mert nincs más megoldás. Aki józanul fölméri, mi a helyzet, hogy mik az esélyeink ezzel az ember állat a szembe. Mi van akkor, hogyha egy sértett több tízezer főt áttoloncanak Magyarországra, és akiket átlöknek hozzánk, na, ide menjetek Magyarországra, itt lesz több tízezer olyan ember, aki elvesztette a reményét abba, hogy most egy gazdag német államba, egy gazdag Ausztriába, vagy egy gazdag Angliába próbáljon elérni a segélyekbe, aztán talán később amilyen ilyen-olyan munkából megélni, és jobban élni, mint oda-haza, ide fog jönni, aki követelni fogja, hogy mi vele foglalkozunk, és nem küldhetjük tovább. Tehát az egyezményt akkor sértenék meg, amit a tisztelt alkotmányjogásznak mondott, tanára mondott, akkor sértenék meg, hogyha mi kitoloncolnánk ezek az emberek Magyarországon. Mi nem engedjük be.
Ez egy önvédelem. Nem vagyok köteles beengedni bárkit a házamba. És öntől se várom, hogy csak azért, mert én okoskodó jogász vagyok, és be akar tartani minden olyan jogot, ami engem sért, de más meg elénbe, az velem szembe is, az én káromra is, nem én tehetek erről, akkor hogy az arra vegyék rá, hogy meg meg kell fogadni azt, akit nem akar, akit ő esetleg tart, aki esetleg agresszív lesz előbb-utóbb. Én védeni szeretném ezzel akár a térség polgárt, akár a kiskonosi, benne a kiskonosi polgárt, és persze különösen a legjobb a szenvedő kelebiaiokat, meg a szomszéd településeken lévőket, mert ez még csak a kezdet. Tehát ha nem bírunk lépni, itt nem vagyok vészhatárán, nem szeretek én jósolgatni, pláne rossz dolgokon nem szeretek beszélni, de ez még csak az eleje. Még nem vagyunk még az eleje végén se. Tehát itt egy ember árdat, egy népvándorlás ezt. Nem azért kell inni, mert én mondom. Azért se kell inni, mert mondjuk mondja másik kormánypárti politikus. Meg kell nézni, milyen jelentéseket tesznek le, nyilvánosan meg lehet nézni. 60 ezer ember jött eddig? Hát amiről tudunk, akik ide itt tudtak, itt kaptak státust. De hát ugye van, aki ezt megoldja másképpen, illetve valaki, sokat több emberről van szó, és sokat több ember vár erre, hogy bejöjjön. Több százeren vannak, akik Líbiába várakoznak. Egyiptomból is menekülnek Szíriából. Itt milliós tömegről van szó. Nem mindenki ide akar jönni, sőt. De itt az út, amelyik szárazföldön leghamarabb beviszi őket Európa belsejébe, Európa szívébe. Tehát való át akar jönni, és Szerbia miniszterelnökének igazán abban, hogy hát ő meghűlt ettől a magyar döntéstől, mert ő is átengedte, hiszen ő nem akart vele foglalkozni. Tudta, hogy ő tudja, hogy mi vár Szerbiára, hogyha Magyarország lezárja határait. Az ottani miniszterelnök igaza volt a saját szemszögéből nézve. De a miénkből nézve pedig a miénknek volt igaza, hogy azt mondta, hogy teszünk egy kaput. Most azt kell mondani, most nekünk van igazunk. Uraim, köszönöm szépen. Valószínű, hogy sok-sok vitát és egyeztetést fog ez a téma még gerjeszteni, akár jogászoknál, akár politikusoknál, akár a térségi járási polgármestereknél, mert ezt a helyzetet valahogy kezelni kell. Köszönöm ezeket az információkat. De egy dolgot, hogy van egy perc még elmondani? Ha bármi történik, a mai döntést nem hallottam még, hogy a kormány miről döntött Halas esetében például, de hogyha itt bármilyen státusz kap pluszba a térség, mert tegyük föl, el kell valakiket látni, arra készülnek fel a halasiak, és a környebeli polgárok, tehát fokozott, megerősített rendőri jelenlét, biztonsági megoldások tömege fogja védeni a helyi polgároknak az életét, mindenit, tehát itt egy nagyon komoly olyan felkészültségre készülni, ami komoly rendőri készültség lesz mindig a térségben, hogyha itt tényleg az a forgatókönyv érvényesül, amit én magam láttam, vagy elgondoltam, hogy itt nem tudjuk kihúzni magunkat ezzel a szörnyű helyzet alól. Köszönöm szépen az információkat. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten is, tudják, szerda este 7:30 kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!